Én a három kívánság című mesét viszem, és hát tetszett. Jó hatással van rájuk. Bővíti a képzeletüket, most is például a gyerekek mesehallgatás közben rajzoltak, el tudják képzelni azt a világot, amiről én a mesét olvasom nekik, és én is el tudom képzelni a világot, és mindenki másképp látja. Milyen mesét viszel az óvisoknak, és miért azt a mesét? A Bolond falu című mesét viszem, és azért, mert nekem nagyon tetszik, hogy ilyen humoros. A mesék azok csodák, és ezeket a csodákat mindig tovább kell adnunk. Élt egyszer az erdőben egy medve, meg egy farkas. Asszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez jutottak. Mindkettőnek külön-külön már jó ideje az volt az eszében, jó volna ellátogatni az emberek éléskamrája felé. Október 2-án a gyakorló általános iskola is mesebirodalommá változott. A Magyar Népmese napját a Magyar Olvasó Társaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak, és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki. Szekszárdon Tanc Tünde a Pécsi Tudományegyetem mesteroktatójának kezdeményezésére szervezték meg a mesélős programot. A szervezést tulajdonképpen az egyetemi karunk vállalta magára. Én már több mint 10 éve folyik mindig ez a program hagyományszerűen a karon, Tanc Tünde mesteroktató vezetésével. És éppen a Tünde mesélte most a megnyitón 10 órakor, hogy a kar neve ugyan többet változott, vagy sokszor változott, de a rendezvény az mindig ugyanaz maradt, hiszen az óvodásoktól a kari oktatókig mindenki részt vesz benne. Nagy bajba jutott az oroszlán, egyik napról a másikra faképnél hagyta a szakácsa. Azonnal hirdetést tett közzé, jó fizetséget ígért, de egyetlen állat sem akadt, aki bemert volna szegődni hozzá. Végül is elszaladtott a macskáért. Mi lenne a dolgom? Kérdezte a címos az oroszlántól. Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, vacsorát főzni. És a beszerzés? Aggályoskodott a macska. A mesém macskáról szólt, illetve oroszlánról. Ez a választásom pedig azért történt, mert nagyon szeretem a cicákat. Ők az egyik kedvenc állataim, és ezt a mesét is nagyon jó pofának tartottam, amit a gyerekek is kedvelhetnek. Nagyon szeretem a gyerekeket. Sok gyermek között nőttem fel, van sok testvérem, sok a kisgyermek a családban, és megfogott az ővelük való foglalkozás, hogy hogyan is lehet az ő életükben részt venni. Másnap a ruka volt a soros, kérni mit hozzá. Mi lesz a tevéd? Máj, mondta megint a macska. A gyakorlóiskola és a gyakorlóvoda mindig szívesen vett részt ezeken a programokon. Tulajdonképpen a mostani rendezvény arra épül, hogy 4 generáció mesél egymásnak. Délelőtt a megnyitón az oktatók és a gyakorlóiskola tanárai meséltek a hallgatóknak. Azután a hallgatók átjöttek ide a gyakorlóiskolába, mesélnek a gyakorlóiskolás gyerekeknek, és mi most a gyakorlóiskolásokkal átmegyünk a gyakorlóviba, és altatási időben mesét mondunk a gyerekeknek. Tanc Tünde tanárnő hívta fel a figyelmünket az iskolában, hogy van ez a lehetőség, és hogy nagyon nagy szeretettel várja azokat, akik szívesen olvasnának a gyerekeknek mesét, és úgy éreztem, hogy nekem erre, ha már van lehetőségem, akkor ebben szívesen részt vennék, és így akkor a gyerekekkel is tudok egy kis kapcsolatot tartani, nekem is jól esik, ha egy kis mesét olvashatok. Éva már az óvodásoknak mesél elalvás előtt a gyakorló oviban. Ő a Rest Macska című kis történetet vitte a gyerekeknek. Ez egy nagyon tanulságos mese, ami arról szól, hogy ne legyenek restek az emberek, tehát hogy mindig tenni kell valamit azért, hogy haladjunk egyről a kettőre. Tulajdonképpen a népmese, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, és a karoktatói közöttük Tanc Tünde tanárnő nagyon-nagyon sokat fektet a népmesékre, és a népmesék tanítására a hallgatóknak is, illetve nálunk is itt a gyakorlóiskolában ez fontos szempont. Mi például mindig a tanóra előtt, pihenőidőben vagy ebéd után a gyerekeknek alsó tagozaton mesét mondunk, a tanítónők mesélnek, mert a mesének egyrészt gyógyító hatása van, másrészt pedig a nemzeti kincsünk és gondolkodásmódunk és a magyar lelkületünk ebben benne van. És igazából a mesék az életről szólnak, és az életre tanítanak, és a gyerekek képzeletét nagyon-nagyon megmozgatják.
Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Olvashatóak a megszívlelendő mondatok a Magyar Olvasótársaság 2005-ös felhívásából.